Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, és egyetlen egy igeverssel szeretném bevezetni ezt a gondolatmenetet, ami a következő jó fél órában a miénk lesz. Pál apostolnak a Filippi beigyekezett leveléből, a második fejezetből egy rövid szakaszt, a 13. verstől. Jól ismeritek ezt a szakaszt szerintem többen is. Tehát a második fejezet ebből az apostoli levélből és a 13. verstől olvasnám az igét. Így szól itt Pál apostolon keresztül a Jóisten hozzánk. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást vagy véghez vitelt jó kedvéből. Mindeneket zugolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébünk. Nagyon szép ez a kép, amit elénk tár a Jóisten. Az a vágya, és Istennek az a munkája az életünkben, hogy mi fénylő, mi iránymutató emberek lehessünk, és az embereknek tudjuk az életbeszédét felmutatni, bemutatni. Nem csak a szavaink által, hanem a feltétlen a tiszta életünk által. És ugye erre Jézus is beszélt, amikor azt mondta, például Máté evangélista szavaival idézem, az ő tolmácsolásában, hogy ti vagytok a világ világossága, és úgy világítsatok az emberek előtt, hogy lássak a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a küldetésünk. Úgy is lehetne egy szóval mondani, hogy a küldetésünk az, hogy világítsunk. Világítsunk abban a világban, ahol a sötétség egyre nagyobb és egyre sűrűbb. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Engem leginkább azt szokott bántani, amikor az életemet így vizsgálom, vagy visszatekintek a közel vagy a távlami múltamra, hogy azt érzem, hogy tékozlom az életidőmet. Hogy eltelnek időszakok, és hogy hol tarthatnék már. Nem tudom, hogy szokott-e ilyen gondolatotok lenni, vagy mi minden történhetett volna akkor, ha jobban megragadom a Jóisten kezét. És visszahúznak a függőségeim, a rossz cselekedeteim, a rossz döntéseim, a lustaságom. És többször érzem azt, hogy tudnám, mi a jó, és még sincs erőm megtenni. És persze vannak olyan tapasztalataim is, ahogy reményeim szerint mindannyiunknak, amikor, vagy olyan időszakok az életünkben, amikor érezzük, hogy Isten kezében eszközök vagyunk. A csatornái vagyunk, akiken keresztül a kegyelme tud áradni. És én azt gondolom, hogy azt szeretem, mindannyian az állapot tudjon tartóssá válni. Tudjon állandósulni, és ne legyen az, hogy kiesek a kegyelemből, aztán megint keresem az utat hozzá, hanem hogy inkább az legyen a rendszer, hogy a kegyelemben élek, és néha ki is esem, rögtön vissza tudok kapaszkodni, mert tudom, hogy Isten ott van, és tudom, hogy ez egy állandósult folyamatként szeretni az életemben kimunkálni. És nekem egy fontos kérdés, hogy miért veszítem ezt az állapotot? Miért esem ki a kegyelemből? Hogy lehetne úgy élni, hogy a világítás az folyamatos legyen? Szerintem ez egy alapvető kérdés. És mindannyian keressük azokat a hiteles embereket magunk körül a gyülekezetben, vagy akár az életben, akik azt mondjuk, hogy na, olyan ember, hogy én azt látom, hogy ő tényleg olyan Krisztus életet él, hogy igaz, ránézve az, hogy az Isten együtt járva el lehet jutni egy életszentségre, és hogy de jó, hogy erről nem csak beszélünk, hanem ez tényleg egy élő és ható, ez egy működő valóság. És persze, hogyha az igét nézzük, akkor néha fölmenthetjük magunkat, hogy hát, de most ez nem egy illúzió? Hát nézzük meg, hát például Dávidnak sem sikerült, nem? Ő is hányszor volt, hogyha az Isten szíve szerint való királyként működött, és aztán hányszor volt az, hogy óriásikat esett. Hát ha neki nem sikerült, akkor én hol vagyok? Vagy hol lehetek? Vagy miért várok magamtól többet? Vagy ott van egy Mózes, nézzük meg, hát micsoda ember volt. Azt olvasok, hogy nem volt olyan szelíd ember a világon, mint ő. De azért mégis az indulatossága miatt kívül maradt Kánaán területén, nem mehetett be. És persze ezzel fölmenthetném magamat. De az igazért megítél, és ír arról is, hogy vannak olyan emberek a Bibliában, akik olyan életszentségre jutottak, hogy akár halált sem láttak. Vagy biztos ismeritek azt, hogy Ezékiel könyvében felsorol három olyan szemét az ige, akik a saját életüket megmenthetnék, megszabadítanák a saját cselekedeteik, a saját életszentségük által. Tudjátok, melyik ez a három ember? Felsorolja. Embernek fia, ha valamely ország védkeznék ellenem, elpártolván tőlem, mondja Ezékiel.
És én kinyújtván kezemet ellene eltörném neki a kenyérnek botját, és bocsátanék rá a éhséget, és kiirtanék belőle embert és barmot. És ha volna ez a három férfiú benne, Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságukkal a saját maguk lelkét megszabadítanak, ezt mondja az Úristen. Hát el lehet jutni az életszentségnek egy olyan fokára, ahol nyilván nekik is megváltásra van szükségük. De hogy mégis egy olyan fajta életbeli működést látunk, hogy ott nem botladozásokon keresztül élte valaki a hitét, hanem olyan szilárd hitben, olyan életszentségben, hogy ez egyértelmű volt a környezete számára. És hát biztos vagyok abban, hogy Isten ezt akarja munkálni, a te és az én életemben is, testvérem, hogy tudjunk úgy világítani az elfajult és elvetemedett nemzetség közepén, akik között fénylünk, ugye, mint csillagok a világon. És erről tanultunk a fiatalokkal is délelőtt, hogy nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy olyan lesz az idők végén, Jézus visszajövet előtt a világ, mint Noé és Lót napjaiban. Ahol az emberek élik a hétköznapjaikat, és várják az Isten fiainak a megjelenését, akik valóban világítanak, mert sokszor észesen veszik, hogy milyen állapotok között élnek és működnek. És én azt gondolom, hogy ha Dánielt nézzük, vagy Noét, vagy Jóbot, az már egy jobb irány, de a legjobb irány az mégsem ők, hanem Krisztus. És ezt az egyszerű törvényszerűséget szeretném aláhúzni, amit ti is jól ismertek, de mégis újból és újból itt tudok én is elesni, és azt gondolom, hogy ti is, hogy amikor nem jó a fókuszom, és nem Krisztus van a középpontban, akkor a legkönnyebb elesni. És Dávid élete is erre példa, hogy amikor világítani tudott, akkor óriás eszköz volt Isten kezében. Amikor Isten a helyén volt, és amikor Istennek énekelte a zsoltárokat, és jött a pusztából a juhok mellől, akkor nem volt kérdés, hogy egy Góliáttal bátran szembe mer menni. Később pedig aprósajok is el tudták ejteni. Egy egyszerű, fürdőző, csinos nőnek a látványa el tudta ejteni. Korábban egy olyan félelmetes ellenség sem ijesztette el, akitől minden kortársa rettegett. Tehát mutatja azt hogy sokszor tényleg mennyire fel tud borulni az embernek a prioritása, a fontossági sorrendje, mennyire sebezhetővé tud válni akkor, hogyha nem az Isten jelenlétéből találkozik az élet terheivel, gondjaival, kísértéseivel. És én most Dávidnak egy sütétebb időszakáról szeretnék veletek együtt gondolkodni, azért, mert jól mutatja ez, és ezt a folyamatot szeretném veletek átgondolni, hogy amikor nem Isten kezét fogom, amikor hagyom, hogy a bűn az életemben nagyobb teret nyerjen, akkor az milyen szomorú, sorozatos következményekkel tud járni. Most nem a becsője való bűnbeeséséről szeretnék veletek gondolkodni, hanem az ezután következő események láncolatáról. Dávid elesik, nem kicsit, hanem nagyot. Nem egy botlása van, hanem folyamatos lépéseket tesz lefelé. Ugye úgy kell Nátán prófétának helyre tennie őt és a magatartását. Bűnbánatra jut, megalázódik, megbánja a bűnét, rendez, amit tud. És mégis azt olvassuk a következő fejezetekben az Ószövetségben, hogy Dávid nem tudta igazán rendezni a Jóistennel való kapcsolatát, és a saját erkölcsi botlásából és gyengeségéből, és abból, hogy nem a megváltóhoz húzódott közelebb, hanem a bűnnek a súlya terhe ott maradt azért vele, ennek szomorú következményei lettek. Ugye, hát elmondja a példa is, hogy négy annyit kell fizetnie, és négy gyermeke életében kell szemlélni a problémákat. De én szeretném, ezt ki tudnánk bővíteni a saját életünkre. Én hiszem, hogy egy nagy, komolyabb, akár mások számára is látható bűn vagy elesés, ami itt is megtörténik egy gyülekezeten belül, jobban kijön együtt élve az, hogy milyen nehézségeink vannak. Ez gyengítheti úgy az életünket és a működőképességünket, hogy akár hosszú időn keresztül lebéníthat. De egyébként ez így van apró bűnökkel is. Ha jelen van a bűn, vagy ha az elkövetett bűnöm miatt nem tudok erkölcsileg határozottan állást foglalni a saját életemben vagy mások irányában, nem tudok világítani, akkor céltévesztés történik az életemben. És vissza kell térnem Krisztushoz. Én hiszem azt, hogy bármilyen komoly bűnt is követek el, az Isten kegyelme képes azonnal felülírni azt és engem egészségessé tenni. De sokszor vagyok úgy, legalábbis én vagyok így, és azt gondolom, hogy ez egy törvényszerűség, lehettek ti is így, hogy a saját bűntehetek, bűntudatotok, akár egy apró megtűrt probléma, az képes úgy a gondolkodásotokat, a tekinteteket nem egészségesen befolyásolni, és Isten arra vágyik, hogy tudjuk rendezni vele, tudjuk átadni neki ezeket a leterhelő körülményeket, vagy problémákat, bűnöket, sérüléseket,
hogy tudjunk világítani másoknak, a családunkban, a szeretteinknek, és ebben a tényleg elfajult és beteg világban. És szeretném most megvizsgálni, ahogy mondtam, Dávid életének ezt a történet vagy egy szakaszát. Nem tudom, tudjátok-e, hogy hívták Dávid elsőszülött fiát? A legelsőt. Úgy hívták, hogy Amnon. A harmadszülött fia volt Absalom. És elkezdtem vizsgálni Dávid életét, ezt csak hozzáteszem érdekességként, és ez szomorú érdekesség, nem is annyira érdekesség, hanem inkább hát egy probléma, hogy Dávid első 6 fia, az 6 különböző anyától született. Tehát ez is mutatja azt, hogy Dávid azért ezen a területen szerintem kísérthető volt. És azt is tudnotok kell, hogy az az édesanyja, aki Absalomnak az édesanyja volt, ott Maákának hívják, ő a Gesúrbeli királynak volt a lánya. Tehát egy idegen királynak volt a lánya. És Maákától született Absalom is, meg egy lány is, egy édes lánytestvére is volt Absalomnak, őt Támárnak hívnak. És ebbe a Támár nevű lányba szeretett bele Dávidnak az első szülött fia Amnon. És itt volt a probléma. Amnon a tulajdon lánytestvérét, hát mondhatjuk azt, hogy megerőszakolta. Erőszakkal rávette egy beteg tanács révén, hogy ápolja őt betegségében, amit csak színlelt, és utána ezt a lányt, a saját, ha úgy tetszik, féltestvérét hát erőszakolta meg, és utána pedig kidobta. Meg kihasználta és eldobta. És ez egy elég szörnyű, elég szomorú, sőt nagyon-nagyon sötét történet Dávid családi krónikájában. Mi lenne itt a felelőssége egy királynak? Kiderül, hogy a saját fiam az egyik lányomat, hát ilyen gyalázattal illeti, aztán utána pedig megalázza és elzavarja. Mi lenne egy király felelősség ebben a helyzetben? És tudjátok, hogy mit tett Dávid? Semmit. Hát minimum elő kellett volna venni Amnont, nem? Minimum valamilyen következményt meg kellett volna. Ki kellett volna mondani, hogy ez mekkora bűn és micsoda gyalázat. És Dávid nem tett semmit. És azon gondolkodtam, hogy volt-e már olyan a ti életetekben, hogy állást kellett volna foglalni egy helyzetben, de nem volt erőtök kimondani valamit. Nem volt erőtök a bűnre rámutatni, vagy nem álltátok akkora bűnnek. És lehet, hogy pont azért nem, mert a ti életetekben is jelen volt. És ugyan hát én mondjam meg neki, hát én is elkövetem. Alapon. És azt írja Ellen White a Pátriák és Proféták című könyv Absalom lázadása című fejezetében, olvasom szó szerint, mert nagyon elgondolkodható, amit leír. Az első szülött Amnon szégyentelen bűnét Dávid megdorgálatlanul és büntetlenül hagyta. A törvény halálos ítéletet mondott ki a házasságtörőre. Amnon természetellenes bűnnek kétszeresen bűnösítette. Dávid azonban, akinek önmagát is károsztatnia kellett saját bűnéért, nem tudta az igazságszolgáltatás elé állítani a törvény megsértőjét. Dávid semmibe vette azt a kötelességét, hogy Amnon bűnét megbüntesse. Az atyának e hűtlenségéért és Amnon bűnbánat nélküliségéért Isten megengedte a dolgok természetes menetét, és nem tartotta vissza Absalomot. Amikor a szülők és az uralkodók semmibe veszik a bűn megbüntetésének kötelességét, akkor Isten maga veszi kezébe az ügyet. Fékező erejét bizonyos mértékig visszavonja a gonosz eszközeitől úgy, hogy a körülmények sorozata jön létre, amely bűnt bűnnel büntet. Ez egy törvényszerűség, nem tudom, figyeltetek-e. Van, amikor egy szülőnek, vagy egy vezetőnek az lenne a kötelessége, hogy feled és kimondja azt, hogy ez helytelen. Gyermekem, ezt nem teheted. Vagy ha megteszed, ennek ez is ez lesz a következménye. És ha a szülő, ha a felelős ember, ha a vezető nem lép, akkor Isten sokszor tompítja az azonnali következményeket, de megengedi, hogy a bűn bűnnel büntettessen. És ebben a folyamatban ott a kegyelem elrejtve, hogy ahogy szembesülünk a következményekkel, hozunk jó erkölcsi döntéseket, állásfoglalásokat, és húzódjunk közelebb a megváltónkhoz. Vagy pedig tovább megy a nehézség erő révén az a folyamat, és egyre nagyobb és komolyabb következményekkel kell számolni. Ez történik itt is. Elköveti Dávid a bűnét, utána megy tovább a következményrendszer, egy évvel később szembesül, meghal az első szülött gyermeke, ugye utána megszületik Betsabétól
Salamon. Ez mutatja Isten kegyelmét is, hogyan tudja felülírni a bűnt és a gonoszságot. De tovább megy ez a nehézség erő. Nincs igazi erkölcsi állásfoglalás a Dávidnak, nem tud igazán hitben erősen lépni, és amikor elköveti ezt a szörnyűséget az elsőszülött fia Amnon, akkor utána hallgat. Utána csöndben van. És ennek, ahogy olvassuk a törvényszerűséget, a bűn bűnnel büntettetik, lesznek következményei. Hogyan hatott Amnon bűne, és az apának, Dávidnak a bűne Absalomra, aki édes testvére volt Támárnak. Az ő édes testvérét szeplősítette meg, erőszakolta meg, alázta meg a testvérbátyja, a mostohabátyja. Nem tudom, mit éreznétek, ha ez történne a családomban. Az apám pedig nem csinál semmit. Éreznétek feszültséget, dühöt, haragot, neheztelést? Ezeket mind érzi Absalom. De mit tett? Absalom vár. Eltelik egy év, két év. Aztán meghívja a testvéreit birkanyírás idején, és megöleti, leöleti a saját testvét. Mert ott van benne a düh, a harag, a neheztelés. És hát nagyon szomorú az, amit Absalom tesz. Emberileg érthető az indulat, a harag. Nyilván nem tudjuk felmenteni a cselekedet alól, mert nem ez a megoldás. De hogyha Dávid képes felállni és felelősséget vállalni, és a bűn ellen szót emelni, akkor nem történt volna ez meg sajnos. És valószínűleg a következő események sem. Nem tudom, mit tudtok Absalomról. Milyen ember volt Absalom? Lapozzuk fel Sámuel második könyvét, 14. fejezetet. Innen olvasok, csak azért, hogy lássuk, hogy Absalom egy kivételesen megnyerő, modorú és szép kiállású ember volt. Azt olvasom a második Sámueli könyv 14. fejezetéből a 25. verstől. Nem volt pedig egész Izraelben olyan szép ember, mint Absalom, ki dicséretre olyan méltó volna. Tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem volt. És mikor a fejét megnyiratja, mert minden esztenőben ugye megnyiratta a fejét, vagy levágatta a haját, mivel igen nehéz volt, azért nyiratta le, az ő fejének haja nyomott 200 siklust a királyi mérték szerint. Lőn pedig Absalomnak három fia és egy leány, akinek neve Támár volt, ez igen szép termető asszony volt. Két esztenőt töltött már Absalom Jeruzsálemben, de a királynak színét még nem látta. Ez egy kis részlet, mert amikor Absalom megöleti a testvérét, akkor elmenekül a nagyapjához, a Gesurbeli királyhoz, és ott tölt három évet. Három évet számüzetésben. És csak úgy tud visszajutni az apja mellé, hogy Joáb, Dávid fővezére, látva Dávid vágyakozását a fia után, mert közben Dávid is vágyik a fia után, konkrét lépéseket tesz, és rávesz egy asszonyt arra, hogy egy példa történettel, hogy édesgesse vissza Absalont. És három év számüzetés után Absalom visszatér, de nem mehet a királyi udvarba két éven keresztül. Hány év telik el a gyilkosság után? Öt éven keresztül Dávid nem néz szembe a saját fiával. De azt olvasok egyébként, hogy Absalom egy olyan fiatal ember volt, aki úgy nézett ki, hogy hát jó volt ránézni. Volt még egy ilyen király Izraelben, ha emlékeztek, ugye, Saul, ugye? Magasan kitűnt a kortársai közül, olyan délceg, olyan magas, olyan erős volt. Hát így nézett ki Salamon is, vagy Absalom is. Hozzáteszi még azt az ige, hogy olyan volt a haj koronája, nyilván ezzel előre utal a vesztélyre is. A 200 sékel súly az olyan 2,3 kg. Tehát a haja, amikor levágták, közel 2,5 kilót tett ki. Nem tudom, majd, egyszer majd, hogyha nagyobb mennyiség hajat vágnak le rólatok, miért értetek, hogy az mekkora súly? Hát ha fél kilót nyomok, azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok hajatok van. A 2,5 kilónyi haj az egy óriási haj koronát jelent. Ezt csak érdekességként mondtam. Nem ennek van jelentősége, hanem annak, hogy mi történik akkor, amikor Dávid ebben a helyzetben egyik rossz döntést a másik után hozza. Nincs eleje megbüntetni a bűnt, aztán hagyja, hogy a fia három évig legyen számüzetésben, aztán amikor egy kis csellel visszajut hát mellé, akkor még sincs mellette, mert nem engedi be a királyi palotába, még két éven át.
És én azt gondolom, hogy nem véletlenül mondja az ige azt is, hogy a saját gyermekét is Támárnak nevezte el Absalom. Nagyon kedves lehetett neki a testvérhúga. És 2 éven át lakik Absalom a saját házában, de a király udvarában nem jelenhet meg. A húga is vele lakik, és valószínűleg a bátyától eszemedett sérelem és az apjának a tehetetlensége az továbbra is ott él benne, ott forog benne. És közben valószínűleg neheztel is. És ugye eltelik 5 év, és ez nem segített, hanem hátráltatta Absalom megtérését, Absalom Istenhez való közelebb húzódását. Az 5. év végén egyébként Joábbal megint találkozik, egy elég szomorú helyzet kapcsán, de Joáb egyszer már kiállt mellette. Azt olvasom az előző szakaszban, Sámuelé 2:14 fejezetében, 2 évet töltötti már Absalom Jeruzsálemben, de a királynak színét még nem látta. Elküldött azért Absalom Joábhoz, hogy őt a királyhoz küldje, ki nem akart hozzámenni, és elküldött másodszor is, de ő mégsem akart menni. Tehát beszél Joábbal, és Joáb nem megy, vagy küld hozzá. Joáb nem megy egyszer, nem megy kétszer. És most figyeljetek, mondta azért Joáb az ő szolgáinak, nézzétek, a Joáb gazdaság az enyém mellett van, és ott van az ő árpája, menjetek el és gyújtsátok fel tűzzel, és meggyújtották Absalom szolgálja a gazdaságot tűzzel. Felkelt azért Joáb, és ment Absalomhoz az ő házába, és mondta neki, mi az oka, hogy a te szolgáid az én gazdaságomat felgyújtották tűzzel. Felelt Absalom Joábnak, azért, mert hozzád küldöttem így szóval, hogy ide jöjj, hogy a királyhoz küldjelek, hogy ezt mondjad neki, mi szükség volt hazajönnöm Gessúrból. Jobb volna most is nekem ott lennem. Most azért szeretném a király arcát látni, ha van bennem álnokság, ölessen meg engem. Elment azért Joáb a királyhoz, és megmondta neki, és akkor hivatta a király Absalom, és elment a királyhoz, és fejet hajtván a király előtt, arccal a földre borult, és megcsókolta a király Absalomt. Tehát 5 év telik el, és figyeljetek meg, hogy Dávid mennyire tehetetlen. Amikor Joáb hazatér 3 év után, akkor is a fővezérének kell az ügyeskedése, a mesterkedés, hogy valahogy a király visszafogadja a fiát, és eltelik újabb 2 év, és megint csak Joábnak kell valahogy közben járnia, de van ilyen erőszakos előzmény, hogy valahogy a király mégis szóba áll a fiával. 5 év után. Azt írja Ellen White, a király részéről nem volt bölcs dolog, hogy Absalont, ezt a becsvágyó, szenvedélyes és lobbanékony jellemű férfiút 2 évig hagyta vélt sérelmén tűnődni. És Dávid azzal a tettével, hogy megengedte neki Jeruzsálembe való visszatérést, de ugyanakkor elutasította, hogy szín előtt megjelenhessék, a nép rokon szemét a fia mellé állította. Isten törvényének áthágása mindig előtte volt, és ez erkölcsileg bénulttá, gyengévé, határozatlanná tette. Ezt elolvasom még egyszer. Isten törvényének áthágása mindig előtte volt, és az erkölcsileg bénulttá, gyengévé, határozatlanná tette. Testvérek, itt álljon meg egy pillanat, nincs esetleg ilyen dolgot életetekben is? Ami azért tesz titeket esetleg bénulttá, határozatlanná, gyengévé, és azért nem tudtok kiállni, és akár a bűn megfeddeni, akár felállni, és egészségesen működni, mert valami terhel, valami visszahúz. És mi történik mindezek után Absalonnal? A király visszafogadja ugyan, de azért a kapcsolatuk már megmérgeződött. És az a baj, hogy Dávid nem pusztán a fiával szemben nem képes elkölcsileg egészségesen eljárni, hanem az országban sincsen egészséges igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás rendszere is megbetegszik. És mit tesz Absalon ebben a helyzetben? Találkozik az emberekkel, empatikus, érdeklődő, barátságos, járja a környéket. És azt mondja a következő fejezetben, 4. vers, mondta Absalom, bárcsak valaki engem tenne ítélőbíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye is pere volna, igazat tennék neki. Mikor pedig valaki hozzáment, és fejet hajtott neki, azonnal a kezét nyújtotta, és megfogván megcsókolgatta vala őt. És eképpen cselekedett Absalom egész Izraellel. Valakik ítéletért a királyhoz mentek, és egy Absalom az Izrael fiainak szíveit alattomban megnyerte. Hát mi történik? Absalom szépen lassan, egy alattomos cselvetést alkalmazva, kihasználja Dávidnak a gyengeségét, az erkölcsi beteg működését, és szépen lassan maga mellé állítja a királyság alattvalóinak jó részét. Elszállt vele a ló, mondanák a magyar szlengben. Kihasználta azt, hogy Dávid közömbösség határozatlansága átterjedt az alattvalóira is. Nem törődömség és késlekedés jellemezte az igazságszolgáltatást. És cselel elhódította
Achitófelt is. Achitófel volt Dávidnak az egyik legfontosabb tanácsosa. Ő olyan ember volt, hogy úgy tekintettek az ő tanácsai, mintha Isten tanácsolt volna valamit. Csak zárójában megnézem, tudjátok, ki volt Achitófel? Egy nagyon érdekes összefüggés. Achitófel volt Betsabé nagyapja. Megint csak ha Betsabéval nem paráználkodik Dávid, ha nem történnek meg azok a problémás lépések, és nagyon szomorú következmények, lehet, hogy Achitófel sem fordult volna így el Dávidtól. Mert Achitófel átáll Absalom oldalára. És amikor Absalom a népet elhódítja, és mellé állnak az országból jó sokan, és elindul Jeruzsálemmel szemben, egy nagyobb sereggel, akkor Dávid elkezd gondolkodni. Elkezd azon gondolkodni, hogy most elkölcsileg vállalja azt a felelősséget, hogy a saját gyermekével szemben hadat vállal. Hogy Jeruzsálem a szent város megtelik vérrel. És azt mondja, hogy nem vállalja ezt az összeütközést, és távozik Jeruzsálemből, elmenekül. Vele tartanak hűséges katonái, és vannak még hozzá csatlakozó emberek a népből is. Az is nagyon szép, hogy és elgondolkodható, és itt látszik, hogy Dávid ebben volt szerintem Isten szíve szerint való király, hogy képes volt a nehézségekben megalázkodni, és jó döntéseket hozni. Mennek a papok, viszik a Fridládát, és azt mondja a Dávid, hogy nem, ne tegyetek így. Fridládának ott a helye a Szentvárosban, a helyén, ne vigyük magunkkal. Visszaküldi a papokat, és nagyon sok érdekes történet van, mert részlet van, amit most időhiányában nem tudok végigbeszélni, hogy Isten hogyan segít, hogyan hoz szövetségeseket, hogyan ad győzelmet. A lényeg az, hogy Dávid elmegy Jeruzsálemből, és készülnek a harcra, ami elkerülhetetlen, és Dávid arra kéri Joábot és a seregének az embereit, hogy vigyázzanak a fiára. Szerette Absalont. Minden nyomorúsága mellett is szerette a fiát. De amikor ugye Absalon a harcban, amiben vesztés állnak, hiába vannak túlerőben, ugye fennakad a hajánál fogva egy fán, és találkozik Joábbal, aki már kétszer kiállt mellette. Ugye először egy katona megtalálja, ő nem megy a király parancsát áthágni, szól Joábnak, Joáb oda megy, ő már egyszer közben járt Joábért. Amikor felgyújtotta a földjét, még egyszer közben járt érte. Most nem finomkodik. Megöli Joábot ott a fönnakadva a fán, amikor megtalálja. És amikor az a király fülébe jut, hogy meghalt a fia, ugye ott van Jeruzsálemben újból, és megy haza a nép. A győztes nép, a mellette kiállók, az ért áldozatokat vállalók, akik szintén veszítettek el bajtársakat, nem keveset. És megy haza a nép, és azt olvasok, hogy úgy megy haza a nép, mint hogyha valami bűnt követett volna el. Nem felemelt fejjel, és az Istennek dicsőséget téve is, és hálásan, hanem mivel a király ott sír a palotában, is elvonul. Neki kéne fogadni a város kapujában hálásan az érte kiállókat. A király ott sír, mint egy gyermek. És érthető, mert gyásza van, meghalt a fia. De ebben a helyzetben nem így kellett volna cselekednie. És újabb nagyon kemény szavakkal a következőket mondja neki. Sámuelé második könyv 19. fejezetében. Azt mondja Joáb Dávidnak. Akkor ment Joáb, 19. fejezet 5. verse. Akkor ment Joáb a házba a királyhoz és mondta, megszégyenítette, de mai napon minden te szolgáidnak orcáját, kike mai nap a te lelkedet megszabadították, és a te fiadnak és leányaidnak lelkeit, és feleségeidnek lelkeit, és ágyasaidnak lelkeit. Szeretvén azokat, akik téged gyűlölnek, és gyűlölvén azokat, akik téged szeretnek. Mert kijelentetted ma, hogy előtted a vezérek és szolgák mind semmik, mert tapasztaltam ma, hogy csak élne Absalom, ha mi mindnyájan meghaltunk volna is ma, jobbnak tetszenék neked. Azért most kelj fel, menj ki, és szólj kedvük szerint a te szolgáidnak, mert esküszöm az Úrra, hogyha ki nem jössz, ezéjjel egy ember sem marad melletted, és ez gonoszabb lesz reád nézve, mindam a nyomorúságnál, mely veled történt ifjúságodtól fogva, minden mai napig. Kemény beszéd? Nagyon kemény beszéd, ugye? De Dávid ennyire elhomályosult látással bírt. Hiába volt Isten szíve szerint való király, hiába azott jó döntéseket is, a saját bűnének a terhe. Gondoljatok bele, itt például az, hogy visszakövetheti azt, hogy ha én becsajóval nem vétkezem, ha elköcsileg előbb tudok felállni, kijelenteni, kiállni,
elrendezni, igazságot szolgáltatni, lehet, hogy nem jutunk el idáig. És látta ezt a folyamatot Dávid, hogy Isten a bűnt bűnnel bünteti. És ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy Istenem, kérlek kegyelmezd, és közelebb húzódott volna hozzá, hagyta, hogy a körülmények, a problémák, a nehézségek, a bűn, ami más életében is megjelenik, elhomályosítsa az erkölcsi látását és döntéseit. És én azt kívánom, hogy amikor mi szembesülünk hasonló helyzetekkel, ne essünk Dávid hibájába. A Biblia tele van egyébként olyan példákkal, hogy nagy emberek, akik óriási dolgokat tettek a saját erkölcsi, hogy is mondjam, rossz döntéseik következtében, átérték ezt, hogy a bűn nem büntetett meg. Gondoljatok például, most csak két példát mondok még a Bibliából, Éli példája. Éli nagy főpap volt, nem? Nem akármilyen szolgálatkészséggel végezte a munkáját. Az egyik legnagyobb profétát, Sámuelt, ő volt, aki felnevelte, aki tanította. És biztos volt, hogy jól csinálta. Hűséges volt egész életében a Jóistenhez. De a saját fiainak a bűnét nem merte igazán nevén nevezni. Nem mert kiállni. Azt mondja a Biblia, hogy mert megjelentettem neki, mármint Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tesznek utálatossá magát a fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Nem állt fel erkölcsileg, és nem mondta azt, hogy fiam, mondta azt, hogy nem tehetitek, de nem akadályozta meg őket. És lehet, hogy az életünkben is van így, hogy nem merünk erkölcsileg határozottan állást foglalni a bűnnel szemben. Akár azért, mert a szeretteinkkel szemben kéne járni, akár azért, mert a családon belül, egy közösségen belül, vagy bármilyen helyzeten belül, nekünk igenis van felelősségünk. És sokszor azért nem tud megdicsülni a Jóisten, mert megtűrjük a bűnt a saját életünkben. És én azt gondolom, ez az elsődleges feladatunk, hogy hogyan állok én a Jóistennel. Milyen az én kapcsolatom? Úgyhogy nekem olyan szomorú, most a jelenben is tapasztalom, hogy például most, amikor elkezdtem ezt az új évet, nemrég kezdődött, vettem egy határidőnaplót, és beleírtam egy igét, ami nekem fontos volt. Egy barátomtól kaptam, 2 Korintus 9:8. Küldött nekem egy igét így az év elején, és olyan szívetmellengető volt az ég, és elhatároztam, hogy ebben az évben ezt az igét én komolyan akarom menni, és magam számára szeretném megragadni. Azt olvassuk, hogy az Isten hatalmas arra, hogy ránk áraszt a minden kegyelmét. Ismerjétek az igét, ugye? Hogy mindenkor, mindenben teljes elégségünk legyen, minden jutteteményre bőségben legyünk. És amikor ezt az igét én magam nézve úgy gondoltam, hogy ez nekem is lehet írva, én ezt megragadom. Én szeretném, hogy az Isten minden kegyelmét ebben az évben rá tudná árasztani. Hogy mindenkor, mindenben teljes elégségem legyen arra, hogy jót tegyek. Hogy másokért szolgáljak. Elsősorban a családomért szerettem volna. De aztán jönnek az élet gondjai, nehézségei. Van egy dackorszakban lévő gyerek, van egy kialvatlan helyzet, van egy gyülekezeti feszültség, egy közösségi probléma is. Én hagytam, hogy ezek a gondok, nehézségek elfordítsák a tekintetemet Krisztustól. És már sokkal türelmetlenebb voltam a gyerekeimmel. Már nem tudtam Krisztusra vezetni őket. Már a feleségem felé elvárásokat fogalmaztam meg. Jöttek a feszültségek, a problémák. És szerintem ez a folyamat, amit ti is tapasztaltok többször, hogy elveszik a fókusz, és elkezdenek szétholni körülöttek azok a biztonságos keretek, amiket Isten olyan szépen felépített. És én azt gondolom, hogy nem véletlenül mondja ugyanebben az apostoli levélben Pál apostol, hogy a megoldás az egy dolog. Ismertek azt az igét, hogy az Úrnak lelke ott a szabadság? Tudjátok, hogy hogyan folytatja ott Pál apostol? Isten pedig a lélek, vagy az Isten lélek, és ahol az Úrnak lelke ott a szabadság, hogyan folytatja ott Pál apostol? Azt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak lelkétől. Azt gondolom, ez a döntés a miénk, hogy mi mit szemlélünk. Ha nézhetünk magunkra, a saját erkölcsi állapotainkra, a botlásunkra, a tényleg súlyos következményekre, vagy nézhetünk a Jóistenre. És ha közelebb húzódom hozzá, hogyha az ő arcát szemlélem, és dicsőségre el tudok változni, akkor tudok világítani. Függetlenül attól, hogy milyen akár fertelmes nagy bűneim voltak. Isten engem használni akar, meg akar tisztítani. És ez a döntés a miénk, én azt gondolom. Azt írja Ellen White, ez utolsó gondolat így a délután,
Jézus vezető lépések odaszállás című fejezetében, hogyha csak kívánság marad a jóság és a szentség utáni vágyakozásunk. Ha csak vágyakozunk arra, hogy tudjunk világítani, az semmit sem ér. Sokan bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Sosem jutnak el odáig, hogy akaratokat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most, ugye nem majd akarok keresztény, hanem most akarok keresztény lenni. Ha akaratodat és kívánságaidat tettek ki érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat alárendeled teljesen a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló, magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Ez egy óriási ígéret szerintem. És én azt kívánom, hogy ezt tudjuk megragadni a magunk számára, és azt kívánom nektek teljes szívemből, hogy ez valóság lehessen, és képesek legyünk bármi is húz le, közelebb húzódni a Istenhez, és megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor ő megújít engem, és általam másokat is. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.